Simon István Gesztel község polgármestere április 26-án a Borsodabó-Zemplén megyei Polgárőr Szövetség által szervezett ünnepségen a polgárőr mozgalom támogatásáért kitüntetést vett át. A településen működő civil szervezet az idén 700 ezer forintot kapott az önkormányzattól azért, hogy a polgárőrök még hatékonyabban végezhessék munkájukat. Gesztely község önkormányzata 2001-ben a közrend és a közbiztonság növelése érdekében helyi polgárőr szövetség megalapítása mellett döntött. A 13 esztendő alatt a civil szervezet tagsága folyamatosan változott, idén 65 önkéntes lát el 19 óra után szolgálatot a település közterületein. A rendőrség és a polgárőrség munkáját 17 térfigyelő kamera is segíti, így a bűncselekmény észlelésekor azonnal riaszthatóak a járőrök, azonosíthatók, elfoghatók az elkövetők. A község polgármestere április 26-án a Borsodabó-Zemplén megyei Polgárőr Szövetség által szervezett ünnepségen a polgárőr mozgalom támogatásáért kitüntetést vett át Miskolcon. Nagyon büszke vagyok erre a elismerésre. Ez a plakett azért jutott el hozzám, mert a polgárőr mozgalom támogatását felvállalta a településünk. 2010-től vagyok polgármester, 2001-ben, ahogy előbb elhangzott, alakult meg újra a polgárőr helyi egyesület. Azóta folyamatosan támogatjuk a működésüket. Ez, ha számokban kellene kifejezni, éves szinten a képviselő testület 700 ezer forintot szavaz meg a polgárőrség működéséhez. Mire használhatják fel ezt az összeget? Hát ezt a legjobb belátásuk szerint használják természetesen. Elsősorban üzemanyag költséget fedezik ebből, valamint a tavalyi esztendőben vásárolt saját tulajdonú gépjárműnek a karbantartására, javítására. Működik a polgárőr egyesület. Mit jelent ez a településen élőknek? Mennyire érezhetik magukat biztonságban? Én azt hiszem, hogy elismerik a polgárőrség működését, jó néven veszik a polgárőrök jelenlétét. Nyugodtan mondhatom azt, hogy a nap bármely szakában hívják őket. A lehető legrövidebb időn belül kimennek a helyszínre, és az esetleges problémát megpróbálják orvosolni, amennyiben ugye a törvényes keretek ezt lehetővé teszik a számukra. A kamerarendszer működik. A településen nem olyan régen került itt felhelyezésre több kamera. Mit jelent ez, illetve milyen összegből valósult ez meg itt a településen? 10,5 millió forint értékben 17 kamera felszerelésére került sor. Pályázati pénzből nyertük mindezt, 10% önerőt kellett hozzátennünk. El kell, hogy mondjam, hogy április hónapban szintén egy belügyminisztérium által kiadott pályázatnak köszönhetően 20 darab kamerára nyújtottunk be pályázatot. A 20 kamera közül 10-et szeretnénk Újharangot település részen felszerelni, ezzel is elősegítve az ott élők közbiztonság érzetének a javítását. És örömmel mondhatom azt is, hogy hál' Istennek újra megindult a polgárőrség tevékenysége Újharangot település részen is, mivel hogy 7,5 kilométerre van Gesztelytől. Az itteni polgárőröknek nehéz feladatot jelentett az, hogy az ott élők is érezzék azt, hogy figyelemmel van kísérve a település rész. Az önkéntes szervezetnek nem csak a bűnmegelőzés és a közrend védelme a feladata, hanem felelősséggel tartozik a környezetvédelemért és az idősek, gyerekek biztonságáért. A bűnözés visszaszorítását a polgárőri és rendőri külterületi szolgálatokkal lehet elérni, melyel megakadályozhatóak lennének a terménylopások és a gyümölcsösök kifosztása is. Az egyesületnek az a feladata, az egyesületben részvevő embereknek a feladata, a községnek a közbiztonságának. Tehát a közbiztonság gának a elősegítése, tehát hogy a rendőrökkel karöltve, mert ugye a polgárőr nem intézkedhet, megfigyelő szolgálatot teljesítünk, megelőző szolgálatot teljesítünk, és az, hát a községben lévő egyedül élő időseknek a biztonságérzetének a növelés a feladata. Hányan vannak most a településen a polgárőr egyesületben? Ez egy dicső, vagy egy jó érzésre töltem, mert itt a környéken, tehát a környező községekben működik polgáregyesület, a Gesztely községben a legtöbb tagot számláló polgáregyesület. Most jelenleg új igazolványra rendelkezők, mert a törvény előírja, 65 fő, aki jelenleg, és a társközségünk van, ami ugye Újharangod, az Gesztelyhez tartozik. Most próbáljuk ott is elindítani ezt a polgárőr tevékenységet, tehát most ott 3 fő van jelenleg, akik
járőrszolgálatot látnak el. Tehát itt a környéken ez a legnagyobb polgáregyesület. Mennyire fordulnak a településen élők szívesen a polgárőr egyesület tagjaihoz, hogyha észlelnek valamit? Tehát azért, hogy hozzánk forduljanak a településen élők, azért nekünk tenni kell. Tehát az nem úgy működik, hogy most csinálunk egy egyesület, és akkor mindenki minket keres. Tehát mi ezért tettünk, és próbáljuk szórólappal a községet háromszor, négyszer évente eljutatni a szórólapokat, amin ugye telefonszám, vagy pedig lenne olyan felhívások, hogy mire figyeljenek az idősek. Minden nap szolgálatban vannak a polgárőrök, tehát nálunk minden nap van fix szolgálat, tehát 4 és 5 óra tartamban, ami azt jelenti, hogy változó időpontban, és most azt próbáljuk bevezetni, tehát már ez egy olyan fél éve gyakorlati jellegű, hogy 24 órás ügyeletet tartunk. Na most az, hogy ezt a 24 órás ügyeletet meg tudjuk oldani, tehát ez azt jelenti, hogy mindig akinél a polgári autó van, annál van egy telefon, és azt fel lehet hívni. Tehát a szórólapon is ez a telefonszám szerepel. Tehát nem mindig arra kell gondolni, hogy most intézkedni kell, hanem van, akinek csak segítségre van szüksége, tehát tanácsra van szüksége, hogy kihez forduljon, mit tegyen, tehát idős öreg emberekről beszélünk, és akkor ezt a 24 órás szolgálatban ezt próbáljuk meghonosítani, vagy megszervezni. Na most ehhez, hogy mi a 24 órás szolgálatot is meg tudjuk szervezni, vagy életben tudjuk tartani, ehhez megint csak az önkormányzatnak az óriási segítségére van szükség. A Gesztei Polgárőr Egyesület vezetője várja az új önkéntesek jelentkezését a civil szervezetbe, mert el szeretné kérni, hogy a községben egyetlen nap sem maradjon polgárőri szolgálat nélkül. A településvezető szerint szükség van további térfigyelő kamerákra, hiszen egy-egy bűncselekmény megelőzésében és felderítésében segítséget jelent a bűnüldözőknek.